A Zala megyei első osztályú labdarúgó bajnokság utolsó tavaszi mérkőzésén a Galambok futballcsapatát fogadta otthonában a Hévíz. A műfüves labdarúgó pályán lejátszott találkozón végig érződött a hazai csapat fölénye, bár az edző nem volt teljesen elégedett. Végül a Hévíz 3-0-ra győzte le a Galambok együttesét. Hát az első fél időben gyakorlatilag értékelhetetlen volt a játékunk, tehát egy botrány volt, amit a pályán műveltünk. Nem nagyon tudok rá igazából magyarázatot, biztos fura ez így hallani, de nem erre készítem fel a csapatot, és nem így dolgoznak edzéseken. Ez a sok ki nem kényszerítettével, ez a rengeteg technikai malőr, ami az első fél időben jellemző volt ránk, ez egész egyszerűen, tehát élvezhetetlen volt a játék. A második fél időben azt gondolom, hogy némiképp javult a helyzet, de maradjunk annyiból, hogy nagyon távol állunk attól, amit még tudunk, és amit mindenképpen újra elő kell hívni az agyunkból, hogy az osztályzó mérkőzéseken, amik most már a legfontosabbak, hogy azon eredményesen tudjunk szerepelni. A bajnokság megnyerésével esélyt kapott a Hévíz az NB3-ba való visszakerüléshez, bár a helyosztók még hátra vannak. Hát meg kellett nyerni, ez volt az alapfeladat. Azt gondolom, hogy ez kötelező jellegű volt, tehát nem örülök, hogy a srácok örülnek. Én máshogy vagyok összerakva, tehát én akkor fogok örülni, hogyha NB3-ba lesz a csapat ősszel. Most még azért sokkal diszkrétebben élem én ezt meg. Bár azt mondják, hogy bajnokságot nyerni, az mindig jó dolog, és mindig örülni kell neki, és azt mindig meg kell nyerni, megnyerték, kész. Ennyi a történet, de össze sokkal jobbak voltunk, tehát a tavaszi szezonunk, azt fogalmazunk úgy, hogy nem úgy sikerült, ahogy elvárta a stáb, és hát próbáljuk összerakni magunkat. Most már az elmúlt hét óta gyakorlatilag az osztályzó mérkőzésre készülünk, tehát ez a mérkőzés is egy felkészülési mérkőzés volt, ahogy a hátralevő bajnok, illetve kupa mérkőzés is az lesz, tehát próbálunk, gyakorolunk, más az edzésmunka is, tehát újra belecsaptunk egy kicsit a lecsóba, mert ezzel a teljesítménnyel, amit most speciál nyújtottunk az első fél időbe, tehát esélytelnek vagyunk, és ez nem ez az elvárás. Fésli András védőként játszotta végig a bajnokságot és a Galambok elleni mérkőzést. Az interjú közben a csapattársak örömüket kifejezve vízzel locsolták meg nem csak a csapattársukat, hanem a riportert is. Nagy nehezen sikerült megverni az első fél idői sikertelenség után a Galambokot, és nagyon örülünk a bajnoki címnek. Ezt mondjuk köszönöm. Nagyon örülünk, hogy ilyen hamar sikerült megnyerni a bajnokságot, és most már inkább az NB3-ra és az osztályzóra készülünk. Talán egy kicsit erősebb ellenfelekkel talán mi is jobban tudunk játszani. Az egész csapat és a szurkolók is ünnepelték a Hévíz győzelmét.